A külföldi vendégmunkások elveszik a magyarok munkáját, lenyomják a munkabéreket, és nagyfokú betelepítésük megbontja az ország kulturális identitását, véli a Jobbik konzervatívok elnöke. Gyöngyösi Márton szerint erre a problémára kínál megoldást a programjuk. Csak és kizárólag bérfelzárkóztatás útján tudjuk mi elképzelni az Európai Uniós források lehívásával, az oktatásba és a tudásba való befektetéssel, és ilyen értelemben a magasabb hozzáadott értékű termelésnek az ide vonzásával, nem pedig a alacsony hozzáadott értékű rabszolgamunkának a megteremtésével. Fazakas Attila, a párt székesfehérvári önkormányzati képviselője szerint fontos volt, hogy a városban élők is lássák a kiállítást. Több százmillió forintos állami támogatással épültek olyan migráns munkás szállások, ahol külföldieket, külföldi munkavállalókat, legfőképpen Ázsiából származó munkavállalókat szállásolnak el, miközben mi úgy gondoljuk, hogy ugyanezt a forrást lehetett volna használni a székesfehérvári fiatalok számára, mondjuk egy székesfehérvári fiatalok számára elindított bérlakásprogram keretében. A Molinokból álló kiállítás a belváros közelében a Rákóczi úton kapott helyet.